Szép jó estét, jó egészséget! Kedves nézőink, a Van rá megoldás című egészségügyi magazint látják. Ma esti műsorunkban egy témáról lesz szó. Tudják, kedves nézőink, van egy sorozatunk, amelynek az a címe, hogy a Hippokratesz utódai. Hippokratesz utódairól, a mai orvosokról beszélgetünk ebben a műsorban. No hát ma este ezt a sorozatot szeretnénk folytatni, és arról szeretnék orvos vendégeimmel beszélgetni. Jó néhány orvost megkérdeztem arról, hogy mit jelent az ő számukra Hippokratesz, a hippokrateszi eskü. És föltettem még egy kérdést nékik. Van-e orvosi árszpoétikájuk? Ezekre a kérdésekre kapunk választ ma esti műsorunkban, de természetesen kérem önöket, hogy ha van önöknek kérdésük, tegyék fel. Levélcímünk változatlan, úgyhogy kérem, írjanak nekünk. Van rá megoldás szerkesztősége, Budapest 1033, Zabutca 3-as. És természetesen, aki teheti, írhat nekünk elektronikus levelet is, hiszen elektronikus levélcímünk változatlan. megoldás@vanramegoldas.hu, természetesen ékezetek nélkül. Úgyhogy kérem, aki kérdezni szeretne, kérdezzen tőlünk, mert hiszen mi úgy tartjuk, hogy van rá megoldás. Szeretnénk válaszolni az önök kérdéseire. Nos hát, műsorunkban itt ülünk a stúdióban, műsorunk állandó háziorvosával, dr. Somos Zsuzsával. Zsuzsa, tőled is szeretném megkérdezni ezt a kérdést, hogy mit jelent számodra Hippokratesz, a hippokrateszi eskü? Vissza kell mennem nagyon sok évet, amikor is egy orvosegyetemre negyedik alkalommal sikerült felvételt nyernem, és hát igazándiból én úgy éreztem, hogy nagyon szerencsétlen vagyok, és nagyon megszenvedtem ezért a felvételért. És harmadéves koromban egyszer, nagyon korán értem be az előadó terembe, és nem volt még ott senki, Hippokratész képe volt a falon, a belgyógyászati klinikán, és akkor annyira meghatódtam attól, hogy én orvostan hallgató vagyok, és hogy orvosok betegeket fogok megpróbálni gyógyítani, akkor ezt így gondoltam, hogy betegeket fogok gyógyítani, hogy elkezdtem sírni a meghatottságtól. A mai napig ez a meghatottság érzés, hogy a betegeken megpróbálhatok segíteni. Ez még mindig bennem van, és ez egy szent kötelességnek tartom. Akkor a hippokrateszi eskü mit jelent? Azt hiszem, nem lehet elválasztani a kettőt egymástól. Nem ártani. Tehát ha nem tudsz segíteni, akkor ártani ne ártsál semmiképpen. Ezt akarja ártani nem csak egy tabletta felírásával, és nem csak egy vizsgálattal lehet, egy feleslegesen megrendelt vizsgálattal, hanem két szóval, egy mozdulattal, egy nem mosolyjal. Tehát nem ártani. Ez azt hiszem, hogy elegendő. Szóval ebbe lehet összefoglalni. Igen. No, akkor a következő kérdés, hogy van-e, és ha igen, mi a te orvosi árszpoétikád? Nem ártani. Nem, ebbe tényleg annyi minden belefér, hogyha megsimogatok egy nénit, mert nem tudok rajta segíteni másképp. Megsimogatom a kezét, és ezáltal a lelkét megsimogatom. Már nem, hogy nem ártottam, hanem használtam. Vagy ha nem mondok ki valamit, hanem várok arra, hogy kimondhassam. Vagy nem lehet több két mondatba összeállítani. Az ember egész élete, az orvos egész élete arról szól, hogy segíteni tudni kell. Hallgassuk meg, kedves nézőink, ezek után, hogy néhány orvos, néhány riportalanyom, akiket megkérdeztem, mit válaszolt erre. Ha azt a szót mondom, hogy Hippokratesz, mit jelent számodra Hippokratesz, és mit jelent a hippokrateszi eskü? Igen. Az egy nagy alapeskü volt a hippokrateszi eskü, mert az felesküdött valami olyanra, ami ma nagyon elsikkad. Szóval arra, hogy az orvos az egy extra lény tulajdonképpen. Egy főpap, mondjuk így. Egy pap, aki a jót akarja a másiknak, ami normálisan elképzelhetetlen. Netán én az ellenségemnek jót akarjak? Igen, akarjak. Mert én orvos vagyok, tehát ha ő itt fetreng most, bokán lőve, vagy akkor is odarohanok, elkötözöm, megkötözöm is. Próbálom megmenteni. Függetlenül attól, hogy tudom, hogy az ellenség most legközelebb ő fog engem bokán lőni talán. De mégis meg kell csináljam. Ez Hippokratesznek a hatása sok ezer év óta. Az azt jelenti, hogy akkor ez ma is élő? Ma is Hippokratesz velünk él? Igen. Hippokratesi esküt szoktak.
tenni. A hippokrateszi eskü, ez mennyire, és itt a mai magyar orvos társadalomra gondolok, a véleményed szerint mennyire van benne az orvosok tudatában? Nincs elég mélyen, és nem mindenkibe. Tehát mondjuk az indulásnál már volt egy olyan zavaró momentum, hogy mennyi orvosnak, azoknak a pörtfán fogorvosnak a bőr alatt is pénz van. Ugye egy ilyen abszolút téves meglátás, és úgy is jött ide némely fiú, ugye azt mondta, hát itt jó, itt lehet keresni. Nem keresni kell, így gyógyítani kéne. A keresetet azt tegyük el valahova máshova. Hát ez nincsen még meg, ez még ki kell nevelni. Azt szeretném megtudni, hogy mi a te fogorvosi arszpoétikád? Hát ez egyik biztos. Megmenteni a fogat és nem kihúzni. Ez egy alapvető. Hogy mindenféle orska gyökér töméssel próbálkozom, még a bölcsesség fogat is néhányat tömtem. Megmentem az, hogy egy hidat tehessek rá, és ne pedig kivehetős fogsor legyen például. Én azt a szót mondom önnek, hogy Hippokratesz. Mit jelent önnek Hippokratesz? Vagy másképp is fogalmazhatom, a hippokrateszi eskü. Rendszerektől és politikumtól független a mindenkori hippokrateszi eskü fogalmazza meg legemberibben, leghumánusabban az orvosnak a feladatát. Tehát időszámítás előtt már világosan látták, és ez megint egy pszichológiai gondolat, hogy végeredményben az emberi gondolkodás az sokat nem fejlődött. A zsenik, akik zseniálisan gondolkoztak, azok megvoltak az ókorban is, és megvannak ma is, és ebben különösebb fejlődés nem következett be. Mint orvos, mint anatómus, mint ember, mi az arszpoétikája? Egy kutató embernek a legalapvetőbb teendője az, hogy tervezzen. Na most a tervezés írásban az egy kicsit hosszadalmas. És akkor kezdtem én el ezelőtt vagy 32 évvel, hogy én a terveimet megpróbálom egy abstrakcióba hozni, és kezdetben kicsit bátortalanul az illusztráció állt az előtérben, később pedig próbáltam ezeket inkább a gondolatokra hozni, és akkor hoztam bizonyos problémákat, később már társadalmi problémákat, és talán itt akartam én valamit felolvasni ebből az én utolsó könyvemből, hogy az utóbbi években világunk, hazai társadalmunk égető kérdéseit próbáltam megjeleníteni az anatómus szemszögéből. Hiszem, hogy a biológia törvényszerűségei szoros analógiába hozhatók a társadaloméival, az élő szervezet struktúratana a társadalom felépítésével. Az embrió joggal szimbolizálja egy új, remélhetőleg jobb élet kezdetét. Például az agyvelő két féltekéje a két szembe feszülő ideológiát, amelyet azonban békés híd köt össze egymással. Mit jelent számodra Hippokratesz, a hippokrateszi eskü, és mi a te orvosi, kutatói arszpoétikád? Én azt hiszem, a Hippokratesz eskünek a leglényegesebb eleme az, hogy nil nocere, nem ártani. Ez azért annyiban módosult számomra, és szerintem a 21. század valamennyi orvosa számára, annyiban módosul, hogy most már nem csak elegendő nem ártani, hanem segíteni, gyógyítani is kell. Eljutott oda az orvostudomány, hogy most már gyógyítani is tud, és nem csak a fájdalmat gyógyítja, nem csak segíti a beteget, hanem nem esetben meg is tudja gyógyítani. Én azt hiszem, a cél az, hogy a beteg embert az ember megsegítse, hogy a beteg embert az ember meggyógyítsa. Tehát a Hippokratesz eskü számomra azt jelenti ma már modern értelemben, hogy minden áron, mindenképpen a betegen segíteni kell. Az egyéni kutatói ambícióim és céljaim közt elsősorban ez szerepel, és meggyőződésem, hogy olyan kutató munkával, amelynek a célja a beteg ember, az ember gyógyítása, az lehet a leg
legszentebb és a legcsodálatosabb cél, és ez az én célom. Mit jelent számodra Hippokratesz, a hippokrateszi eskü? Nehéz kérdés, de mivel hozzátetted azt, hogy számomra mit jelent, számomra jelentette és jelenti az orvos-beteg kapcsolat meghatározását, amelyet ezen a pályán az egyik legfontosabb dolognak éreztem és érzek, és jelenti azt, amire próbáltam kérdéseit kapcsán utalni, hogy én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nagyon sok, több, sok példaképen volt, mesterem volt. Ezekre a mesterekre nagyon-nagyon sok szeretettel, kötelező szeretettel gondolok vissza, és nem csak azért, mert ezt a hippokrateszi eskü előírja, mert hanem úgy érzem, hogy ez kell, ez így van jól. Hálával gondolok rájuk. Mi a te orvosi, sebészi arszpoétikád? Hagy folytassam az előző gondolatot. Az orvosi arszpoétika segíteni, és ez talán nagyon elkoptatott szó. Szeretném remélni, hinni, hogy az elmúlt percekben elmondottakból következik, hogy talán lehet ezt használni nem elkoptatott formában is. És hogyha ezt tudom hangsúlyozni, akkor ez az egyik, mármint hogy az orvosi arszpoétikám, és a sebészeti pedig az, hogy azokat a betegségeket, amelyeket sebészeti eszközökkel lehet gyógyítani az aktuális időpontban, azokat tegyük, és a lehető legmagasabb szinten tegyük. Mit jelent ön számára az a szó, hogy Hippokratesz? A hippokrateszi eskü. Nagyon érdekes, és talán elsőnek azt kell, hogy mondjam. Meglepett a közelmúltban, amikor újraolvastam, és az volt benne, hogy nem osztom meg tudásomat azokkal, akik nem tartoznak az orvosi körbe. Mit is jelent ez? Az orvos neve orvok tudójából adódik. Régen az volt a cél, hogy megtartani az ismeretet, abból is éltek, meg nem tartozott a betegre, hogy mi baja van, és mit kell vele tenni. És tulajdonképp az orvos ilyen formán nem mondhatta meg azt, amit ma kötelessége, törvény diktálta kötelessége megmondani, de nem csak a törvény miatt tesszük ezt, hanem azért is tesszük, mert boldogok vagyunk, ha feloldódik a beteg ebben a konziliumban, mert konzultálni nem csak orvosnak, orvossal lehet, konzultálni a beteggel kell, és a betegnek az orvossal. Az egyenrangú partnerek beszélgetése, véleménycseréje hozza meg véleményem szerint a megfelelő orvos-beteg viszonyt és a gyógyulást. Akkor ezek szerint Hippokratesznek nem volt igaza? Ebbe sajnos nem. Túlhaladta az idő. Túlhaladta az idő, mert ugye a másik nagy mondás, ugye a nem ártani. Igen, a nilnocere. Nagy igazság. Meg kell kísérelnünk, hogy semmilyen körülmények között ne ártsunk. A Kaloka Gátia is ezt mondja, hogy soha senkinek semmilyen körülmények között nem ártani. Hát ez jó lenne, hogyha már nagyon sokan megfogadnák ezt a nem ártani elvet. De van még egy kérdésem. Mit jelent önnek, vagy mi az orvosi arszpoétikája? Talán annyi, hogy meggyógyítani, akit lehet. Átadni azt a kis tudást, tapasztalatot, amit összeszedtem, és bízni abban, hogy megmarad az ember embernek. Mit jelent számodra a Hippokratesz, a hippokrateszi eskü? Én azt